Akkor én meg egy nagy magyar költőnek két rövid újságcikkét szeretném most felolvasni, és egy versét. 113 évvel ezelőtt Nagyváradon írta Ady Endre. A magyar kétfejű sas. Van bizony már kétfejű sas. Hiaskodunk vele, sem tagadjuk, félünk is tőle. Nem is kétfejű ez a szörnyetek, de sokfejű. Egyszerre azonban többére csak két fejét mutatja. Most is két fejét látjuk legtisztában. Az egyik fej szitja arc, kuruc haj, magyar bajusz. A másik arc sima, sokráncú, ravasz, félelmes és tojolára emlékeztető. Akármelyik fejet bíznánk a kezünkre, levágnánk minden tétova, minden tusakodó lelkiismereti harc nélkül, de szívesebben a nacionalizmus fejjel bánnánk el, ez a fej a legveszedelmesebb. A nacionalizmusnál nagyobb hazugság nem állott még ki a harci polondra. A nacionalizmus maga ezer arc. Megzavarja a legbiztosabb szemű embert. Lefoglal magának minden emberi gyöngeséget. Utazik tradícióra, kegyeletre, fajbüszkeségre, tenyéririgységre, minden erényre és bűnre. De mi a célja vele? A célja, hogy akit meghódít a szitja arc, kuruchaj és magyar bajusz, azt kezére játssza a másiknak, a sima arcnak, a Loyola félének. A Loyolákkal el lehet bánni, ha túlságosan nyakunkra akarnak ütni, letépjük a revendájukat, de ha nyarka kuruc áll velünk szembe, hiába tudjuk róla, hogy feketék Loyolánál is bajos vele elbánni. Magyar a ruhája, a szava, a karja, az ördögbe is kellemetlen volna az árulás nyomjába keveredni. Üsd a zsidót, gyilkolt, az istentelen liberális, jó, ezt elviseljük. De mikor a folykultus segítségével, kápráztatva, megtévesztünk, készítik a hurkot a nyakunk köré, ez már nagyobb dolog. Kérjük Pálki tisztelendő urat, szígyon, átkozzok velünket, liberálisokat, eretnegeket, zsidókat és erkölcstelleket, ezt kívüljük. De ha kurucokat vonultok ellenünk, a kurucait le kell lepleznünk. Nem kurucok azok, hanem kísértetek. A kísérteteket pedig, a középkor kísértő veszedelmeit vissza kell parancsolnunk a sírjaikba! Akkor most, hogy művelődjenek, akik ott vannak, kapnak még egy újságcikket az éveikről. Az a címe, az a címe, hogy a hazugok országa. Már az ellenkezőjében sem lehet bízni, ha a kormány ígér valamit. Eddig még csak eligazított bennünket a két zsidó vigész anekdotája. A Stern azt mondja, hogy Lembergbe megy, nehogy azt higgyem, hogy Lembergbe megy, de hát Lembergbe megy. A mi politikai vigészeink hiába mondják, hogy Lembergbe mennek, még vigyét szabadsággal se süthetjük, hogy hová mennek. Jaj, ha ők valamit teljesíteni akarnak, ha ők azt mondják, ezt nem csináljuk, akkor hold bizonyos, hogy megcsinálják. Még rosszabb sors vár arra, amit ők kemény ígérettel meg akarnak csinálni. Ez már kész tragikomédia. Ez mindennek a megcsúfolása. Ez a tételes röhely. De mégse lehet csak őket vádolni. Mégse lehet azt mondani, hogy mindennek a kormány az oka. Úgy tudjuk, hogy a kormányon kívül még ez idő szerint létezik egy ország is. Ez az ország lehet becsapott, elszédített, alvó, de mégis a ország. Ennek az országnak van népe. Olyan, amilyen polgársága, közvéleménye. Ez a
az ország, mint minden eleve orgánum él, tendál, vágyik, akar. Ez az ország úgy viselkedik, mint egyenesen az ő életföltétele volna az a hazugság, amely pedig csak az ő nagy uraimnak életföltétele. Az országnak hazudnak a kormányzói. Az ország azt hazudja vissza, hogy rendben van. Gúzsba kötlek, üzenik a kormányzó. Megcsinálom, amire tiszta kellett gondolni. Az ország kényesen, álmosan nyújtózik egyet, és kinyújtja kezét, lábát. Tessék! Nem csak ők hazudnak. Nem csak ők csalnak. Mindnyájan részesek vagyunk a bűnben. Miként nekik mindünknek van titkos célja, ápolt reménye, fekete álma, íme, a nemzeti idealizmus ilyen cínikus gazembereket nevel belőlünk. Nem csak a kormány csal, általános a csalás. Mi is csaljuk a kormányt. Csaljuk a kormányt, csaljuk egymást, csaljuk a jelent, csaljuk a jövőt. Rábíztuk magunkat és sorsunkat azokra, akikre 10 esztendővel ezelőtt 10 garast és 10 embert nem mertünk volna bízni. Mi csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy meddig győzzük még hazugsággal és erővel. Mert a fizika szerint mégiscsak az erő minden. Ha az erő elfogy, a más hivatása nincs, mint kitartani. Kitartottuk, s kitartjuk azokat, akik megölik a jelenünket. De mi lesz a jövővel? Reméljük ezek után, hogy egy-két ember akad még ebben az országban, akinek a jövő is eszébe jut. Van a hazugságnak egy gyönyörű legendája, amelyet talán fogjuk rá Demokritoszra, mint mindent, aminek gazdáját adni nem tudjuk. Így szól. Együtt éltek a hazugok, és gyönyörűeket hazudtak egymásnak, és végül mindenki hitt egymásnak. És amikor az igazság csak egy kicsit közeledett hozzájuk, jajgattak és bíztatták egymást, hogy az igazság nem igaz, ma is élnének, ha meg nem haltak volna ezek a hazugok. Az életnek nem volna a lényege a valóság. Mi lesz ebből az országból, ha észreveszi, hogy a hazugok országa? Nem vagyunk már optimisták. Jó előre sajnáljuk azt, aki ezt hangosan megmondja, föltétlenül megkövezik. És az ország tovább hazudik önmagának és úgynevezett vezéreinek. Hogy a vezérek is hazudni fognak, arról talán kár is elmélkedni. Mit tudnak ezek más, mint hazudni? Ám bár az igazán jól tudták, s jól tudják, mint örökké. Amen. És végül Ady Endre verse. A hőkölés népe. Ez a hőkölő harcok népe. S mosti lapulása is rával, hogy az úri kíméletlenség rásuhított szíjos torában. Mindig ilyen volt. Apró kánok révén minden igának barma. Sose harcolt még harcot végig. Csak léhán és gyáván kavarta. Erőt mutattak, erőt látott. Vertnek született, nem verőnek. Ön erejét felette mindig sose segzett erőt erőnek. Betyár urai, így nevelték. Nem rúg vissza, csak búsan átkoz. És ki egyszer rúgott a magyarba, szinte ketrebb a parugáshoz. Ma is itt ül, romhán, pecsütten, fejét, jussát, szívét, poplosszát. Ha néhányan nem kiáltoznák, az se kérdne, hogy őt poplosszát. És
csak a csodák uram meglátná végre ezt a szánalmas népet. Adna neki csak egy dárhányi úri kis kivéletlenséget, hogy néhány marad segghajtól törökkel fogyva azt ne hallja. Ezért a népért, úgyis mindegy, egy forsot akar, hát akarja. Szóljunk szét, itt találkozunk majd itt a sarkon, átmegyünk a demokrácia terére, ami most mondjuk nem annyira